Csoma Endrődön táboroztak a Reat Sportiskola labdarúgó szakosztályának korosztályai. Stábunk pedig meglátogatta a Budapesttől mintegy 180 kilométerre fekvő ifjúsági és sporttábort. Ott jártunk, kor az U15-ös, az U14-es és az U13-as korosztály edzése zajlott. A nagyobbak ugyanis korábban táboroztak. Egyesületnek a életében azért központi meghatározó volt mindig az edzőtáborozás, ez a felkészülésnek azért a befolyásos nagy részét teszi ki az egész évre. Azért azt tudni kell, hogy ez több funkcióból áll, már csak azért is megkiszakadnak a gyerekek egy hétköznapi monoton életből. Azért itt együtt vannak összezárva, egy házban vannak 6-an, 8-an, sokkal nagyobb kohéziója van a csapat szempontjából, hogy jobban talán megismerik egymást. Eddig, amíg nem beszéltek, vagy találkoztak mondjuk 10-15 percet edzés előtt vagy edzés után, ott maradtak, az itt egész nap össze vannak zárva, tehát hogy ez a része az jobb. Ezen kívül pedig a szakmai része az, hogy a kollégák tudnak azért akár napi 3 edzés vagy 2 edzés levezényelni egymás után, is tudnak haladni egy héten keresztül. Azért ez a gyerekek szempontjából az életükben ez nagyon nagy ráhatással van, tehát hogy most nem azt mondom, hogy ebbe lehet hozni mindent, de sokkal kényelmesebb az edző kollégáknak is így dolgozni, fárasztó, ez tény és való, akár gyereknek, akár szakmai vezetőnek, edzőknek, de hosszú távon ez kifizetődő. Próbáljuk azért itt kihasználni az időt úgy, hogy a gyerekek jól is érezzék magukat. Ebben nyilván az edzések mellett napi 2 szoktunk tartani. Belefér a strandolás is, a mai napon is fogunk menni délután, valamint holnap a Békés Csaba ellen edzőmérkőzést is játszik mindegyik korosztályunk. A gyerekek tehát kiszakadnak a hétköznapokból és együtt töltik a napokat. De nem csak emiatt más az, amikor táboroznak. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit más kell, hogy legyen, hiszen hogyha benn vagyunk a szántón, akkor tartunk 4 edzést vagy 5-öt a felkészülési időszakba. Azoknak van egy terjedelme nyilván itt attól, hogy milyen taktikai vagy terheléses elképzeléseink vannak. Itt én azt gondolom, hogy nagyobb terhelést is kapnak a srácok, tehát azt gondolom, hogy összetettebb itt maga az edzésprogram, tehát le tudunk menni egészen az egyéni képzésig, tudunk beszélgetni a gyerekekkel az edzések mellett, én ezt előszeretettel ki is használom, hogy ne csak ez a megszokott hétköznapi ritmusuk legyen, hanem bármi mással, akár újdonságokkal törjük meg. Valahogy úgy fogalmaztam meg nekik is, hogy itt ki tudjuk használni még aktívabban és még tartalmasabban az időt, és jobban fel lehet készülni a szezonra, mint hogyha ezt helyben tennénk napi egy edzéssel. Edzői szempontból egyébként ez miért hasznos, hogy a későbbiekre miért lehet hasznos az, hogy edzésen kívül is lehet időt tölteni a gyerekekkel? Hát én azt gondolom, hogy megismerjük egymást, ők engem, én őket. Itt kifejezetten tényleg, amit mondtam is, hogy van arra idő, hogy le tudunk velük ülni, és mindenkivel tudunk beszélgetni arról, hogy milyen poszton játszottak. Ugye nekem ez új csapat, tehát én a 2008-asokat most kaptam meg a nyáron, és így meg tudom őket ismerni minden tekintetben, meg tudom kérdezni a véleményüket, és azt veszem észre, hogy el is mondják a véleményüket, tehát nagyon nyitottak. Tehát ez az emberi kapcsolatok ápolására és a közelebb kerülésre is jó. Nyilván ugye csapatépítő hatása is van, hogyha itt a srácok ugye egy ilyen házat elfoglalnak, és itt akár bandázhatnak is. Én is itt töltem föl, tehát ez a táborhoz azért tudna mesélni, azért volt az, mi is éjszakákét kint álltunk, még Balogh Béla bácsi volt a tábornok anyja, tehát így fogalmazni, azért sok emlék fűződik ide. De mondom, tehát nagyon fontos az, hogy itt azért a gyerekek teljesen más mentalitást kapnak, kiszakadnak egy hétköznapi közegből, és úgy tudnak akár ez 2-3 hónapig kitartani az a lendület, ami itt meg tudnak szerezni, hogy ez pozitív hatást szokott elérni, és ez tök jó dolog.
dolognak tartom. Az észrevető az, hogy itt azért a gyerekek sokkal jobban összekovácsolódnak, és azért az a pályán is meglátszik. Most nem csak a szakmai részét mondom, hanem az emberi tényezőt, hogy jobban tudnak egymással küzdeni, segíteni, a rosszabb helyzetben ott vannak egymásnak, tehát ezek fontos tényezők az edzőtábor része. Milyenek az edzések? Hát jók, viccesek, érdekesek, de nagyon jó az edző. Nektek ki az edzőtök? Balázs. Ő új edző, ugye korábban más edzőtök volt. Igen. Milyen vele a közös munka? Sikerült-e már így összecsiszolódnotok? Hát nagyon érti a dolgát, és hát lehet vele viccelődni, lehet vele kérdezni, bármiről, a fociról, vagy azon kívülről is. Szigorúbb, ha jól hallottam, mint az előző edzőtök. Hát igen. Ez miben nyilvánul meg? Mi az, amiben szigorúbb? Hát jobban oda kell figyelni a feladatokra például, meg hát a edzéseken, hogyha komolyabb dolgokat tanulunk például, akkor jobban oda kell figyelni, meg ilyenek. Hogy álltok most jelenleg az összecsiszolódásban? Hát az összecsiszolódás az szerintem jól működik. Én azt vettem észre, hogy nyitottak, fogékonyak az én elképzelésemre is. Én egy kicsit azért merevebb vagyok az elődömnél, de azt gondolom, hogy ezt nagyon jól viselik. Motiváltak mindannyian, próbálják a feladatokat maximálisan végrehajtani, és szerintem jól csiszolódunk össze. Egy-egy tábor tehát nem csak a gyerekeknek, hanem az edzőknek is más élményt nyújt, mint az évközbeni edzések. És ezek a napok persze jóval fárasztóbbak is. Mellette még plusz vannak dolgok, tehát a srácokra nekünk kell figyelni, különböző sérüléseket kezelünk. Igen, ez egy összetettebb dolog. Tehát az itt egy edzőnek 20 gyereke van, hogyha lehet így mondani, tehát az igen, ez egy kicsit így fárasztóbb. Edzői szempontból ez azt gondolom, hogy fárasztóbb, tehát azt nézni, hogy mikor megy aludni, valóban alszik-e, ugye az ütemtervet tartani, mindenre odafigyelni, véletlen valakinek beláll egy tüske a lábába, mert ilyen is volt, vele foglalkozni, tavaly volt sajnos kéztörés is, ugye akkor Békés Csabára elmenni vele, tehát ez egy kicsit felelősségteljesebb feladat egy ilyen edzőtáborban, mint ha otthon lennénk, az mégiscsak csapatonként 16-20 gyerek itt van, akikért mi vállaljuk a felelősséget. Tehát szerintem edzőként azért ez egy nehéz, de jó feladat, mert mégis a gyerekekkel lehetünk, amit ugye mi élvezünk, tehát erre adtuk a fejünket. Milyen itt a táborban? Mennyire vártátok ezt az idei felvonást? Hát ez a harmadik táborunk, ugye, eléggé vártuk. Holnap játszunk a Békésebb ellen. Próbáltunk minél jobban felkészülni, próbáltunk minél erőteljesebben edzeni, futni. Mindent megpróbáltunk, mindent beleadtunk. Reméljük, hogy ez kijön holnap. Mennyire jó kiszakadni kicsit az otthoni körforgásból, és azért nyilván más helyen, itt azért tudtok időt tölteni egymással és edzések között, ilyen szempontból ez mennyire jó? Hát nyilván hiányzik a családunk, viszont azért szerintem ez így jobb, mivel napi háromszor edzhetünk, futhatunk, többször mehetünk ki focizni, jobb körülmények között, meg profibb, mint otthon. Miket szoktatok csinálni edzések között? Hát edzések között inkább pihenünk, kihasználjuk a pihenési időnket. Néha kimegyünk ide a betonpályára is focizni, vannak techból, asztalok, tök jól. El tudunk játszani, de tudunk pihenni. Szoktak lenni pihenők, bemegyünk a házakba, és nem jöhetünk ki például egy-két órán keresztül. Olvasni is szoktunk, szóval mindennel tudjuk tölteni az időt.
Nyilván azért már jó ideje ismeritek egymást, meg a csapattársaitokat, de mégis egy ilyen táborban azért van-e lehetőség, vagy volt-e arra példa, hogy mondjuk egy olyan, mondjuk a te esetedben olyannal, akivel mondjuk annyit nem szoktál beszélgetni, vagy nem barátkozol annyit, mondjuk egy ilyen táborban kicsit közelebbről megismerni azt, hogy pusztán ez arra jó, hogy akikkel amúgy is barátok vagytok, velük több időt tudtok együtt tölteni, mint otthon, amikor megérkeztek edzésre, aztán már utána mentek is haza. Hát például akivel nem vagy olyan jóba, akkor itt például, hogyha összekerülsz vele egy szobába, akkor nyilván többet beszéltek majd, és így össze tudtok barátkozni esetleg, vagy hogyha nem jöttök ki egymással, akkor meg tudjátok élni az edzőt, hogy tegyen szét titeket. Szóval, hát igen, így nagyjából. A fiúk az U15-ös korosztály tagjai, itt pont abban a korban vannak, amikor gondot okoz nekik a hirtelen növés. Na és persze a hormonok is dolgoznak. Ez általános probléma, tehát egy táborban ez kiütközik, tehát ez nem csak a foci táborban, hanem minden jellegű táborban. Vannak olyanok, akit kiengednek, és akkor itt meg akarja mutatni, hogy ő mekkora a hős. Vannak olyanok, akik egy kicsit ilyen lazábban veszik, de hát azért meg kell találni az arany középutat. Tehát, hogy persze mi is jó fejek vagyunk, azért próbálunk odafigyelni, és barátok is lenni, és mellette pedig azért nevelőedzők, de azért van egy határ mindennek. Tehát, hogy azért a csinteveseket tényleg azt mondjuk, hogy még mi is mosolygunk egyet-egyet rajta, de azért a komolyabb dolgokon nem megyünk el. Reméljük nem is lesz. Ha lesz, akkor természetesen annak retorziai vannak, már csak az egyeset szempontjából meg a közösséget nézzük, de nem innen indulunk ki, hanem úgy indulunk ki, hogy mindenki jól érzi magát, megkapják az edzéseket, és akkor este már azért csütörtök környékén szerda, tehát a mai nappal már kényelmesen fognak lefeküdni, mert most jött ki az, hogy most már elfáradnak. Egy picit nehezebben kezelhetők, az itt már náluk tombolnak a hormonok, tehát azért itt nehéz így velük, de kezelhető, abszolút kezelhető. Egy normális társaság, összetartanak, nincsenek balhék, de igen, azért észrevehető, hogy ez most itt pont egy éles váltás nekik, tehát itt most sokat nőnek, volt olyan, aki most az egy hónapos pihenő alatt 8 centit nőtt, nem igazán tud még mit kezdeni a hosszú lábaival, a hosszú kezeivel, de igen, tehát azért nekik itt most ez a fontos izomzat volt, aki 5 kiló izmot felszett, és tényleg látni, hogy izmos, de nehezen tudnak még ezzel bánni, úgyhogy ők most itt a változás útján vannak. Mivel nekem ugye kapusa posztó, ezért nekem nagyon fontos a magasság is, meg nekem is ugye volt a derekamon ugye problémám a hirtelen növés miatt, de egyébként örülök, hogy ilyen magas is, még fogok is nőni, megerősödni is. Igen, azt akartam mondani, hogy te minél nagyobbra szeretnél nyilván a kapus posztodon. Mi az, amivel mondjuk elégedett lennél centiben? Hát egy olyan 1,92 méter között. Miként a másik két korosztálynak, az U15-ösöknek is kicsit mások voltak az edzései. Otthon egy máshogyan fölépítve, ott elkezdjük egy mozgáskoordinációval, szépen lassan visszük bele labdánkat, itt azért inkább több labdás feladatok vannak, nem teljesen az erőre megyünk rá, hanem tényleg az, hogy jó legyen a közösség és csapatot építsünk, ezt nyilván a sok játékkal, sok labdázással lehet elérni. Inkább a labdás itt ami fontosabb, és talán erre fektettünk több hangsúlyt most. A labdázás pedig olykor az edzésen kívül sem marad abba, de ahogy már hallottuk, számos program lehetőség akad. Mögöttünk is van kisperzi, hogy simán így lemennek focizni egy edzés után, tehát valahogy soha nem elég nekik a fociból, strandra el tudunk velük menni, salakpályára szeretnek kimenni futni, ami egy kicsit furcsa, de szeretnek kimenni futni, úgyhogy igen, van bőven itt neki, pingpongoznak, kártyáznak, társasoznak, meg ami a legfurább volt, olvasó fél óra is, könyvet hoztak le és olvastak, ez egy kicsit fura volt nekik is, de kiszakadtak ebből a virtuális világból, nem telefont nyomkodtak, úgyhogy igen, ez egy pozitívum. Under pressure.
milyen élményeket szereztetek az elmúlt pár napban? Mi volt a legjobb élményed pályán, vagy itt szabad időben a edzések között? Talán az, hogy 6 gólt passzoltam, meg 3 gólt edzésem. És még azt tudnám kiemelni. Az jó volt az az edzés. Mi a posztod? Középpálya. Na és miket szoktatok csinálni az edzések között? Pihenünk, meg boltba megyünk, ez a kettő, meg focizni szoktunk. Az, igen, ennyi. Te enni is szoktál? Hát persze. Miket? Hát főképp egészséges dolgokat. Mert most odafigyelsz erre? Sok édességet, sósat, hát igen. Hát pihenünk, filmet nézünk edzések között, beszélgetünk, meg ilyesmi.